A Tiszapart Domrád egyik a turisták körében is népszerű jellegzetessége. Évről évre majd 3000 ember tölt hosszabb-rövidebb időt itt pihenéssel. Közel 180 hétvégi házas és vállalati üdülő, valamint kemping és ifjúsági tábor is várja a vendégeket. 2017 májusa óta a komp is ismét jár Domrád és Cigánt között, ami nem csupán a Tiszán való átkelés segíti, hanem a Rétköz és a Zemplén közötti kapcsolatot is élőbbé teszi. Most a terület és településfejlesztési operatív program keretében 96 millió forintból számos fejlesztéssel szeretnék tovább növelni a terület idegenforgalmi értékét. Ebből, ami meg fog valósulni, egy kölcsönzőház önkormányzati területen, 27 parkoló, egy szociális blokk is lesz a Szabad Strandhoz, amit üzemeltet az önkormányzat, ezen kívül sportpálya, játszótér, aztán a már félig megépült alapokat leraktunk egy kis hajókikötőre, arra rákerülnek az úszóművek, aztán még sétányt, kandellábereket komfortosabbá tesszük a Tiszapartot, hogy vonzóbb legyen a turistáknak, már a most itt üdülővel rendelkezőknek, és akik most vásárolnak majd üdülőt nálunk. Egyelőre még romos állapotban áll ez a ház Domrádon, az Esze Tamás utcában. Hamarosan azonban felújított bérlakás várja majd lakóit a helyén. A környéken további két bérlakás építését is tervezi az önkormányzat, de lesz közösségi ház, mosoda, játszótér és díszburkolatos járda is. A terület és település fejlesztési operatív program keretében ezt a település részt is szeretné komfortosabbá tenni az önkormányzat. De a program keretében 50 millió forintból az elkövetkező 3 évben más, leromlott állapotú, szegregált városrész segítését, valamint az ott lakó, hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását is tervezik. Egy olyan városrésznek az integrációjára kerül sor, egy leromlott városrész, ahol szegregációba élnek emberek, és a hátrányosan élő embereknek a felzárkóztatására lesz ez a program, ahol 5 fő szociális munkást fogunk alkalmazni, és akkor ilyen kis csoportokba dolgozva fognak segíteni az életvitelükbe. Aztán jogi tanácsadást, pszichológiai tanácsadás fog megvalósulni majd ebbe a programba. A terület és település fejlesztési operatív programban az egyik legnagyobb beruházás a Domrádi bölcsödében és óvodában fog megvalósulni. 163 millió forintból bővítik az intézmény csoportszobákkal azért, hogy a kisgyermekek ellátása helyben is megoldható legyen. Két újdonsággal is gazdagodik a közeljövőben Domrád. Az önkormányzat jelenleg egy több mint 100 éves épületben működik, egy sikeres pályázat keretében azonban hamarosan új városháza épül. Az idén 950 éves település pedig a fennállását egy új haranglábbal ünnepli, melyet augusztus 20-án adnak majd át.